a hazai Magyar Kupa versenysorozatot sporterobikban, valamint basic és stepperobik, illetve challenge versenyszámokban rendezik meg, amit a Magyar Kupa döntő zár le. A tavalyi csonka szezon után idén már a harmadik fordulót rendezték a kupában, ezúttal Kozár Michelinben. Az aerobik szakág Magyar Kupa fordulóinak egyik ez a versenyszám, amelyen elért eredmények alapján majd a budapesti döntőbe bejuthatnak a versenyzők. Azért is nagyon fontos nekünk, mert hosszú idő óta most lehet nyitott kapu mellett nézőkkel megrendezni ezt a Magyar Kupa fordulót, illetve most tekinthetjük meg a fiatalok nyári felkészülését, mert ugye a válogatott az a világbajnokság és az Európa bajnokság után lép majd most színpad, úgyhogy ez nekünk mindenféleképpen a jövő szempontjából is fontos. Összehasonlíthatatlan boldogabbak, hát ott van a szülő, hozzátartozó, barátnő, a lelátó, nagy a szurkolás, tehát van a úgynevezett szurkolói háttérzaj, ami a versenyzők munkáját segíti. A tegnapi nap főleg a fiatalok, illetve a, nem nevezném tömegsporti résznek, mert hiszen kemény szabályok szerint dolgoznak a versenyzők, de mégis a nagyobb tömeget megmozgató versenynapunk volt. Ezen a napon pedig már az a főleg a sporterobik versenyzők, illetve a felnőtt junior basic versenyzők mutatják be a gyakorlatot. A felnőtt válogatott tagjai rendkívül sikeres világversenyeken vannak túl. A bakui világbajnokság a magyar aerobik sport minden eddiginél legeredményesebb szereplésével zárult, valamint az olaszországi Pesaroban rendezett kontinens viadal is véget ért, ahonnan Európa bajnokként értek haza a magyarok. Nekünk azért fontosak a magyar kupa fordulók, mert az utánpótlást itt készítjük fel azokra a megpróbáltatásokra, amik utána majd remélhetőleg a jövőben rájuk is várnak, azokra a nagy világversenyekre, ahova mi szoktunk elmenni, illetve ugye ebben az évben voltunk Európa-bajnokságon és világbajnokságon, és ezekre a versenyekre készítjük fel az utánpótlások korosztály. Nagyon-nagyon jó, én nagyon élvezem a versenyt, igazából lelátom, szurkolok, segítek az edzőknek, versenyzőknek, hogyha esetleg kell valamiben, úgyhogy most ez egy nagyon nyugodt szerepkör végre. Nagyon sok versenyző jött el, ugye az Európa-bajnokság után azért vannak néhányan, akik nem utaztak el most erre a versenyre, de ettől függetlenül nagyon sok versenyző van, úgyhogy a versenynek a színvonal az, azt gondolom, hogy elég jó. Még idén lesz a Magyar Kupának a döntője, novemberben Budapesten, ott mi is fogunk versenyezni, még pontosan nem tudjuk melyik kategóriákban, de mi is mindenképpen színpadra állunk, illetve hát a jövő év az még előttünk áll nagyon sok komoly versennyel. A pécsiek egyik legeredményesebb aerobik versenyzője, Mazács Fanni, ezúttal csak nézőként vett részt a kupafordulón.